big booty bitches. Sziasztok, itt Clash of Jomász, köszöntök mindenkit egy újabb videóban, és hát sokan kértétek megint, hogy csinálják egy olyan videót, hogy hogyan lehet ingyenesen gemet szerezni. Nos, ez egy szintén olyan alkalmazás, mint a Future Points, és hát nektek azt mondanak, hogy sokatoknál nem működik, igazán ennek az a lényege, hogy várni kell, tehát ezt majd mindjárt fogom mondani, minden alkalmazásra várni kell, nem lehet egyből az, hogy itt végtelen pontot szerzünk. És akkor ez a videó arról fog szólni, hogy egy újabb ilyen alkalmazást be fog mutatni, ami statisztikák alapján gyorsabb, a leggyorsabb ilyen gift card szerző alkalmazás. A Google-ben szépen beírható, hogy Cash for Apps, getcashforapps.com holnapra navigál titeket. És azt írja, hogy say goodbye to in-app purchases, vagy fingom, hogy hogyan kell ezt szót kimondani, de lényeg az, hogy mondj viszlátot az alkalmazáson belüli vásárlásoknak. Ugye én nekem iOS-en van, úgyhogy mindjárt le fogom tölteni iOS-re. De hát, hogyha hogyan működik, szerez ingyenes iTunes, Google Pay, Amazon és mindenféle gift cardokat új alkalmazások testelésével a telefonodon vagy a tableteden. Hogyan működik? Első lépés, gyűjts pontokat. Úgy tudsz pontokat gyűjteni, tesztelsz alkalmazásokat, bizonyos mennyiségű pontot kapsz érte. És elvileg tényleg ez az egyik leggyorsabb alkalmazás, tehát akár 25-30 alkalmazásból összejött egy $10 gift card. Minden alkalmazás ingyenes, a pontjét pár percen belül megérkeznek, ne riegyetek meg egyből. Hogyha megkaptad a pontot, utána le is törölheted, ide le van írva. És akkor is kapsz pontot, hogyha a barátaidnak ajánlod ezt a dolgot, és akkor ez ilyen giftcardokat lehet kapni, és még több félét. iOS-re itt lehet letölteni, de hát ugye itt van fönt, get for iOS, download for iOS, telepítés, ez valahogy Android is hasonlóképpen nézhet ki, és hát akkor lépjünk is ide, és... Nos, bocsánat, teljesen hülye vagyok, itt legalább fél percig kerestem, ugyanis itt a bal felső sarokban volt ez az alkalmazás, ez a Cash for Apps, és amúgy itt láthatok például egy Tinder nevű alkalmazást, amit poénból töltöttem le, meg ilyen sok hülyeséget, de ezekkel nem kell foglalkozni. A lényeg, hogy most Cash for Apps. Szépen megnyitjátok a letöltött alkalmazást. Ez átvált álló módba, ugye itt az iPad-em át is váltott, mint láthatjátok. Úgyhogy én most szépen megfordítom az iPad-et. És valószínűleg nem ez a kijelző fog titeket fogadni, úgyhogy gyorsan átálltak az iPhone-omra, ahol még nem használtam ezt az alkalmazást. Nos, hát szóval akkor itt is lennek az iPhone-omról, és láthatjátok, hogy itt már teljesen más felület jelenik meg, tehát be kell jelentkezni, mint láthatjátok, vagy loginolni kell. A login ugye a bejelentkezés, a regiszter pedig a regisztrálás, ugye itt szépen beírjátok a e-mail címeteket, én most ide beírom egy másik e-mail címemet, ide meg beírtok valami tetszőleges jelszót. Szóval miután beírtatok a jelszót, rálöntök arra, hogy sign up. Mondom sign up. Hoppá, ezt az e-mail címet már használom, akkor egy másik e-mail címet nyomatok, mondjuk nem tudom, hogy melyikkel vagyok regisztrálva, fogalmam sincs az iPad-emen. Szóval itt most ezt kipróbáljuk. Ez is van, hát szuper, akkor... Ilyen e-mail címe is van, figyeljetek. Na? Igen. Tehát itt láthatjátok azt, hogy sikerült bejelentkeznem. Beállítom egy egyszerű jelszót, és ja. A lényeg az, hogy itt kérdezi, hogy were you invited? Tehát, hogy meghívtak-e? Ha meghívtak, akkor írd be ezt a kódot, és itt ha szeretnétek nekem segíteni, akkor beírjátok az én kódomat. És ezért kaptok 20 pontot alapból, ami kezdésnek őszintén szólva nem rossz. Írjátok az én kódomat, akkor ami 19, ezt majd meg is fogom mutatni az iPad-emen, 17 és B4, oké. Okay. Nos, én kaptam 20 pontot az iPhone-omon, és az iPad-emen is kaptam 20 pontot, királyság. Szóval, ha szeretnétek,
azt, hogy jó legyen nekem, és majd lehessen esetleg még egy ilyen nyereményjáték sorsolás. Ugye az előző nyereményjáték is a Future Points szponzorált az egészet, tehát hogy ezt nem én vettem, hanem ez a Future Points által összegyűjtött pontokból lett meg az egész. És még annyit szeretnék ennek hozzáfűzni, hogy a nyereményjáték nyertese még mindig nem vette velem fel a kapcsolatot. Itt most pontosan nem tudom, mi a neve, viszont tudom, hogy nincs Facebookja, és ha ezt a videót nézed, akkor kérlek írjál rám, vagy YouTube-on, tehát hogy YouTube-on lehet üzenetet küldeni, vagy töltsed le a... Ne jó, nem. A legegyszerűbb, írj egy e-mailt! Crashyjomatskukasz@gmail.com, ahova bizonyítsd be, hogy te vagy az, aki megnyert a nyereményjáték, és akkor le tudjuk dumálni azt, hogy hogyan tud ezt beváltani, és hogyan tudok segíteni. Nos, szóval viszont akkor térjünk vissza az iPad-emhez, ahol ott be fogom mutatni, hogy igazániból most letartok ezt az alkalmazást, ebből hogyan is fogunk tudni pénzt szerezni. Szóval, ja. Nos, hát akkor itt lennék újra az iPad-emen, és ugye itt 4 darab fül figyelhető meg alul, amiket mindjárt le is fogom magyarázni. Itt van az a bal oldalt, hogy Apps. Aztán itt van a Rewards, Share és More. Ugye az Apps-nél itt vannak az alkalmazások, amiket le tudsz tölteni, és ha letöltöd őket, akkor játszanod kell velük. Játszasz velük mondjuk egy olyan 2 percet maximum, aztán vársz egy pár percet, visszamész az alkalmazásba, megnézed, hogy megkaptad a pontot. Nagyon fontos. Megvan a pont, akkor ezt elkezdheted gyűjteni. És hát mire tudsz gyűjteni? Itt vannak a rivárdok. Ó, van 5 dolláros iTunes gép, nem is tudtam. Az 2000 pont... van külön Kanadában. Viszont nem éri meg az 5 dolláros, és az 2000 pont, míg a 10 dolláros 3000 pont. Utána pedig már arányosan működnek a dolgok, szóval az 5 dolláros nem éri meg, de a 10 dolláros nagyon megéri, és itt Amazon, Best Buy, Xbox, bla 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 bla. Hogyha ha Androidra vagytok, akkor ez itt nem iTunes gift card, hanem Android gift card értelemszerűen, és akkor itt lehet frissíteni. A lényeg az, hogy itt pedig meg tudod osztani, itt láthatjátok, hogy én nekem iOS-em van, ezért 90 pontot kapok, hogyha esetleg valaki beírja a kódomat, míg egy androidos írja be, akkor 45 pontot fog kapni. Az összes videóm leírásában ott lesz az a kódom, tehát ha valaki beszélt nincs, tehát hogy itt nem véletlenül van itt ez a szeretnénk gyengemet, akkor kattints a leírásban a lévőnkre, akkor ott lesz egy link arról, hogy hogyan tudtok itt belépni ehhez. És hát ugye itt van, hogy my in gift cardjaim, ha esetleg volt, hát nem volt, beállítások, igen, és update-en a passwordom, hát itt tudom, support, kilépés. Nos, akkor kezdjünk is bele, rányomok erre, plusz 21 pontot fog kapni, download, yes. Az ilyen alkalmazások, amiket használtam, itt eltobolt engem az App Store-ba eddig, és hát ott vagy install and connect to Facebook, download and test the app for 30-60 másodpercig kell játszani, ne nagyon váltogass Wi-Fi és 3G között, és miután elérted a pontokat, utána letörölted az alkalmazást. És természetesen nem töltötte le. Nos, nézzük csak. Ezt amúgy elforgatjuk. Hát jó, akkor technikai szünet. Nos, miután újraindítottam az alkalmazást, átdobott az App Store-ba, és itt az alkalmazásunk, amit le kell tölteni, App Bullseye. Úgyhogy szépen le is töltöm, ez meg is történt, ugye, ha Androidon vagyunk, akkor nyilván az Android Store-ba fog minket átdobni, és hova raktad? Itt van, App Bullseye. És természetesen egy fekvős játék, úgyhogy nézzük csak. Azt írt, hogy loginolnunk kell Facebookkal, hát jó. Akkor loginolunk Facebookkal, ha te szeretnéd, jó van. Loginolunk Facebookkal, mondom, loginolunk Facebookkal, jó van. Nem érhet hozzá. Viszont lehet, hogy ez egy olyan alkalmazás, aminek hozzá kéne férnie. Hát nagyon úgy néz ki. Ez mi a franc, valami hülye alkalmazás, hogy tudok írni, meg emberek vannak, meg biztos. Körök. Hát jó.
Mindegy, ezekkel igazából általában ilyen fosok, tehát mint például ez is. Szóval ezekkel nem olyan kell foglalkozni. Lényeg, hogy fél percig... Ó, itt vagyok. Ó, hogy milyen alkalmazásaim vannak. Favorite. Ó, cocc kedvenc lett, látjátok? Ó, ilyen nyíl a hang is volt hozzá, királyság. YouTube. Kedvenc. Boom! Ha, ez tök menő ez az effekt. Hát itt jó, itt random emberek vannak, ez nem tudom mi. Szóval a lényeg az, hogy... 12.450. Jó, nincs beállítva, hogy hol a location, itt mindenféle hülyeségeket lehet olvasni, de jó. Viszont most már biztos letelt a fél perc, úgyhogy szépen bezárom az alkalmazást, Facebookot is, ezt is, ezt is, ezt is. És szépen át visszamegyek a Cash for Apps-be. És hoppá, már is 41 ponton van. De az elején ilyen kis pontszámú alkalmazásokat kapunk, nem véletlenül, aztán viszont be fog indulni a dolog. Itt most bemutatok még egyet. Ilyen reklám. Jó. In progress. Na. Mindegy, szóval vannak ilyen érdekességek, de a lényeg, hogy le kell tölteni, és elvileg át kell navigálnia minket egy... Na. Link not working. És akkor rájöttem, hogy itt... Ez menjen, ez meg valami hülye reklám, szóval ezzel nem foglalkozok. Hát nem akar átdobni, mindegy, ezzel nem foglalkozunk. A lényeg az, hogy sikerült bemutatnom azt, hogy hogyan tudtok alkalmazásokat letölteni, játszani. Igazából ez baromi egyszerű, nagyjából olyan 1-2 hónap alatt simán össze lehet szedni 1200-nyi gemet, ami tud segíteni titeket. Én így szereztem meg az 5 építőt a nagy karakteremen, szóval remélem tudtam ezzel a videóval nektek segíteni. Én ennyi lettem volna mára. Tényleg nagyon megköszönöm, ha beírjátok a kódomat, írtósokat fogtok vele segíteni. Úgyhogy köszönöm, hogy végignéztek ezt a videót, én ennyi lettem volna mára, holnap találkozunk, sziasztok!